Szia! Gyere, tornázzunk! Nem baj, ha nem vagy informatikus. Én se vagyok az. Elég, ha csak lusta vagy, mint én. Na jó, az elejét még kezdheted ülve. Nyújtóza az ülőhelyeden, görgesd hátra a vállaidat. Körözz a nyakaddal, fejeddel egyik irányba néhányat. Meg a másik irányba. Pontosabban egyet erre, egyet arra. Azért ez nem is olyan rossz. Ha a recseg ropog, ne törődj vele. Az belefér. Nagyon jó. Tényleg fel kell emelkedni a székünkből. Toljuk odébb a bútort. Egyébként nem baj, ha a közeledbe marad, mert nyugodtan támaszkodhatsz rá. Egy lábon állunk, tehát csípőre a kezed, nyújtóz a törzseddel, körözz a bokáddal. Egyik oldalra néhányat. Így van. Meg, vagy egyik irányba, bocsánat, aztán a másik irányba. Jó reggelt, jó munkát! Ez az, aztán körözz a lábszáraddal, ugye? Fontos, hogy a tartóláb legyen egy picit behajlítva. Ne feszítsd ki a térded, visszafelé is köröz. Ez egy ilyen kis általános bemelegítés. Így van. Na most körözünk úgy a csípővel, hogy 8-ast rajzolunk a hajlított térdel a levegőbe. Lesz egy előre körünk a térdel, meg egy hátra kör. Előre. Hátra. Háromszor. Így van, ne tegyél bele lendületet. Kétszer. Ez az. Gyere, még egy. Nagyon jó. Jöjjön a másik láb. Körözünk a bokánkkal, lábfejünkkel. Egyik irányba néhányat. Lehet, hogy bokád is ropog. Azzal se törődj. Mozgatni kell, és akkor hálásan ropog, aztán azt is abba hagyja, és némán fog neked működni. Lábszáraddal köröz. Itt egyébként a térdben jön létre a mozgás, visszafelé is, ezért csináljuk. Meg hogy egy picit próbára tegyük az egyensúly érzékünket, az a legjobb ébresztő. Egy kis egyensúly gyakorlat. Na jó, jöjjenek ezek a nyolcasok. Előre kör, hopp, és hátra kör. Előre, hátra, előre. Hátra, gyere még háromszor. Tartsd a törzset, tartsd a medencédet. Kétszer. Ez az, és még egy. Hú, eddig nagyon jók vagyunk. Ha elfáradtál, pihenj egy picit. Csípőszéles terpesz, nyújtott törzs, feszes farizmok, feszes hasizmok, föl a sarok, le a sarok, guggolás, nyújtózás. Föl a sarok, le a sarok, guggol, nyújt. Föl, le, guggol, nyújt, még hármat, le, guggol, nyújt, még kettőt, le, guggol, szép egyenes törzs, nem görbül be a hátad, derekad se, szép egyenes, ez volt a legkisebb terpesz. Egy picit nagyobb, válszéles, kifelé mutatnak a térdek és a lábfejek. Ugyanúgy nyújtózunk fel a sarok, csak most a karjainkat is emeljük, és ugyanúgy guggolunk egyenes törzsel. Nyújtózunk fel a sarok, és guggolunk. Nyújtózunk, és guggolunk. Nyújtózunk, és guggolunk. Gyere még háromszor. Egyenes törzs, még kétszer, feszes farizmok, feszes hasizmok, még egy, így van. Na legyen egy picit még szélesebb a terpesz, ami kényelmes, kifelé mutatnak a térdek, lábfejek. Ugyanígy nyújtózunk és elemeljük a két sarkunkat a talajtól, majd guggolunk és megpróbálunk egyenes törzsel olyan mélyre menni, hogy megérintsük a talajt az ujjaink hegyével. Így van, talajérintés. Nyújtózás, talajérintés. Ha nem megy olyan mélyre, nem baj, de ne csaj, maradjon egyenes a törzs, még hármat,
Még kettőt. Még egyet. Hű, de messze van a talaj. Megvan, oké. Hajlított térd, nem akartam lefújni, bocsánat. Ugyanúgy kifelé mutatnak a térdek, lábfejek, domboríts, támaszkodj a combodon, nyújtsd a törzsed, domboríts kilégzéssel, nyújtsd a törzsed belégzéssel, domboríts, nyújtsd a törzsed, na még egy. Egyenes törzs. Ugye a vállakat hátra húzod, a lapockákat közelíted, köldögödet behúzod, farizmokat feszíted. Jobbra fordítsd a törzsed, nézd meg a lámpát. Közép, balra, közép, jobbra, közép, balra. Na még egy pár, jobbra, balra. Nagyon jó, ez az. Nyújtsd a térded, lógj egy picit, lazíts el mindent. Nyújtott térd, laza törzs, laza váll, laza nyak. Így van, támaszkodj meg a talajon, közelítsd a lábakat, és a combodra támaszkodva domboríts, nyújtsd a törzsed, és gördülj föl. Na, hát ezt akár bemelegítésnek is nevezhetjük. Az első gyakorlat egyszerű szűk guggolás lesz, csípőszéles terpesz, párhuzamos lábfejek, feszes farizmok, feszes hasizmok, ugye bebillented a medencédet a törzsed alá, vállak, könyök hátul, és süllyedünk és emelkedünk, ennyi a feladat. Így van. Nem csinálunk semmiből sokat, mert ez a lustáknak a tornája. Nem akarunk nagyon elfáradni, de nagyon szépen akarunk tornázni, és ezért tényleg vigyázunk rá, hogy ne homorítsunk, meg arra is, hogy ne domborítsunk, és hogy valóban döntsük a törzsünket, tehát a csípőt is hajlítani kell, nem csak a térdet. Hármat. Így van. Kettőt. Na még egyet. Ez az. A következő gyakorlat kiinduló helyzete az előző gyakorlat befejező helyzete, amikor lent vagyunk, csak most megtámaszkodunk a combunkon. Ne homoríts, billensd a medencédet a törzsvonalába, feszes hasizmokkal rögzíts, nem domborítunk, tartjuk a fejünket és a vállakat hátra húzzuk. A két karunkat innen mellső középtartásból emeljük oldalsó középtartásba, sőt a fölé, és visszaengedjük. Karemelés, zárd a lapockákat, és vissza. Ismételjük, emeljük, és le. Zárd a lapockákat, tartsd a fejedet. Megmutatom, hogy mi a gyakori hiba. A gyakori hiba az, hogy nem ereszkedünk le, nem döntjük a törzsünket, hanem fönt maradunk, viszont ez csalás, kidugjuk hátra fenekünket, meg lelógatjuk a fejünket, és akkor azt hiszük, hogy ez már döntött törzs. Nem. A döntött törzsnél a medence a törzsvonalában van, a fej is a törzsvonalában van, és az egész törzs ezzel a szép egyenes helyzetével a helyét változtatja, a helyzetét nem változtatja. Mennyit mondtam? 10-et, 9-et, 3-at? Gyere még kettőt. Jó, tehát te nem csalsz, szépen csinálod, még egyszer. Pihenésképpen pedig megtámaszkodunk a combunkon, domborítunk. Nyújtjuk a törzsünket, domborítunk, nyújtjuk a törzsünket, még egyet, picit lemegyünk a talajra, olyan, mintha térdelnénk, de nem fogunk térdelni, behúzzuk a köldökünket, nem homorítunk, nem domborítunk, és hogy ne kelljen térdelni, feszítsd vissza a lábfejed, és emeld el a térded a talajtól 1 centire, húzd be jól a köldököt. Ha bírod, akkor nyújtsd ki a jobb lábad hátra, vissza, tedd le a térded. Emeld el, és a bal láb jön. Nyújtsd ki hátra, vissza, tedd le. Na, még két pár. Többet nem mondok, mert akkor ez nem is a lusták tornája lenne, hanem a harcosoké. Még egy pár.
Gyere, menni fog. Elemeljük. Jobb láb hátra. És le. Elemeljük. Bal láb hátra. Oké, rendben van. Pici hasonfekvés, nem sok. Leereszkedünk. Magas tartás, homlokod a talajon. Köldöködet húzd be, fenekedet szorítsd össze. Húzd hátra a karokat. Emeld meg a fejed és a törzsed, érintsd az ujjaid hegyét. Ereszkedj vissza. Érintsd meg a homlokoddal a talajt. És az ujjak hegyét is érintsd egymáshoz fönt. Emelkedünk. Ereszkedünk. Emelkedünk. Ereszkedünk. Négyet. Nem is olyan nehéz, ugye? Vissza. Hármat. De ha nem, de ha mégis nehéz, akkor sincs már belőle sok. Kettőt. Még egyet. Nagyon jó. Pihenj egy picit. Támaszkodj meg a vállad alatt a tenyereddel, emelkedj föl. Picit a baba pózba összegömbölyödünk. A combodra kell ráfeküdni. A cipőorra összeér, a térdek között van egy kis távolság. Homlokod a talajon. Alkarok a talajon. Így pihenj. Jön egy pici nyújtás is, nyugodtan tegyél valami puhát a térded alá. Nyújtsd ki a jobb lábad előre, egyenes törzsel dőj rá, érzed, hogy húzódik a comb hátul. Aki laza, megtámaszkodhat a talajon. Fontos, hogy ne görbe háttal, nyújtott törzsel. Ez az. Hajlítsd belől a térded, függőleges a lábszár elől. Aki tudja, odahúzza a sarkát a fenekéhez, de nem emelkedik a csípő, hanem ott marad lent. Ez az. És jöhet a másik oldal. Puhára térdel nyugodtan. Combfüggőleges törzsdöntés. Ha megy, akkor a talajon támaszkodj egyenes törzsel. Elől függőleges a lábszár. Ha megy, akkor húzod a sarkad a fenekedhez. Terpesz, mindkét tért hajlítva, told kifelé a könyököddel a térded. Nyújtott törzs. Milyen sok mindenre jó, 15 perc. Támaszkodj meg a combodon, közelítsd a lábakat. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. Domboríts. Nyújtsd a törzsed. Na még egy. Gördülj föl. Fűzd össze hátul az ujjaidat, emeld a karokat. Mellizmokat nyújtjuk így. Feszes farizmok, feszes hasizmok még mindig. Ne csúszson föl a vállad, lent a váll. Így van. Domboríts. Told előre a tenyered. Lehet, hogy az előbb, amikor térdeltünk a talajon, akkor nem tudtad a hátul levő lábadat behajlítani, akkor majd most nyugodtan támaszkodhatsz. Húzd a sarkad a fenekedhez, húzd hátra a combodat. Így van, feszes hasizmok. Ugyanez a másik oldalon. Lehet egyensúlyozni is, nem muszáj kapaszkodni, ugye? Próbára tesszük az egyensúly érzékünket. Biztosan érzed, hogy ezután jobban fog menni a munka is. Vagy jól fog esni a pihenés. Vagy megjön az étvágy. Így van, vegyünk három szép nagy levegőt. Jobbra engedd le a fejed. Nyugodtan lélegezz most, amíg egy picit megnyújtod a nyak bal oldalát. Nem is vagyunk lusták, hát megcsináltuk. Közép. Balra. És közép. Beszívjuk. És kifújjuk a levegőt. Jöjjön, aminek jönnie kell. Ez megvan. Gratulálok.
Ezt megcsináltuk. Váljék kedves egészségedre. Várlak legközelebb is egy új programmal.